Köszöntöm kedves nézőinket, Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják, és ahogy ez illik, és ahogy ígértük is egy évvel ezelőtt, meg két évvel ezelőtt is, most újra itt van nálam egy csodálatos ember, akit mondhatom, hogy barátom. Hogyne, természetesen megtisztelsz. Nagyon köszönöm, megtisztelsz, és szerintem a hangból már fel is ismerték, Paksi Zoltán van itt nálunk, aki 2019 évre elkezdjük azt a sorozatot, hogy mik a csillagüzenetek. És akkor szerintem rögtön vágjunk is bele, itt vagyunk január derekán túl, mit üzen nekünk a csillagoség, és nagyon köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást. Egyébként már rengetegen kérdezték, hogy mikor lesz, és hogy lesz-e, úgyhogy most az ő nevükben is köszönöm, hogy itt. Eljött az ideje, hogy újra én is nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a nézőket, köszöntelek téged is, és köszönöm szépen a meghívást. És kezdjük is, hát remélhetőleg haladni is tudunk, mert mindegyik üzenet, hát tudod nagyon jól, meg a nézők is talán emlékeznek rá, hogy mindegyik üzenetben rengeteg-rengeteg olyan tanítás és olyan bölcsesség jelenik meg, aminek a kibontásához talán egy konstellációhoz egy műsoridő sem lenne igazán elegendő, de azért törekedni fogok arra, hogy tényleg a lényeg az megfogalmazódjék ezekben a dolgokban. Rögtön a január hónap vége felé, már így 22-23-a magasságában a Vénusz és a Jupiter kerül együttállásba. Asztrológiailag ez a nyilas 16. fokánál van, ami azért is érdekes, mert itt a Jupiter uralmi helyzetben van, ami már is azt jelenti, hogy a filozófálásnak, a bölcselkedésnek, a bölcsesség megismerésének, a tanulásnak, a távlati tervezésnek, ez egy remek-remek időszak. És hozzá kell tenni azt is, hogy a Jupiter az mindig gondolkodás, az mindig szellemiség, mindig gondolkodás. Tudod, két direkt módon gondolkodás bolygó van, az egyik a hétköznapok világában, a hétköznapok világának a megértésére irányuló tehát gondolkodás. Az egyszerűbb dolgokra mondhatjuk. Igen, igen, de nem kizárólagosan természetesen, aha, de a hétköznapok, hogy úgy mondjam, a poláris világ megértésére irányuló gondolkodás, ez a Merkurius, ami pedig a rendszer megértését segíti, tehát a rendszer, amiben élünk, kisebb és egyre tágabb értelemben, az pedig a Jupiter. Na most ez a Jupiter válik aktívá 22-én és 23-án, mert a Vénusszal találkozik. Ugye a Jupiter az filozófia, gondolkodás, a Vénusznál pedig sajnos kevesen tudják, hogy az nem csak a szépség és a harmónia, hanem a termékenység ősi principiuma is, hiszen a szkíta görög mitológiában a Vénuszhoz tartozó istenség Afrodité, aki elsősorban termékenység istennő. Na most gondolj csak bele, hogy a bölcsesség és a termékenység bolygója találkozik, ez azt jelenti, hogy 22-én, 23-án tudunk igazán termékeny módon, alkotó módon, kreatív módon, jövőbe tekinteni, előre tekinteni, és hát annyit hadd tegyek hozzá, hogy maga ez az időszak, hát a lehető legjobb a gyógyításra, mindenféle szintű gyógyításra. Tehát amikor gyógyítani akarjuk nem csak a testünket, hanem a lelkünket, szellemünket, és rögtön tegyük hozzá azt is, hogy adott esetben a különböző típusú kapcsolatainkat is, azért, mert a Vénusz kapcsolatbolygó. És a gyógyítást azért említem, mert egyébként a Vénusz és a Jupiter együttállása a gyógyítás csillagzatában, tehát most már asztrozófiailag, mert ugye asztrológiailag a nyilas jelében van, de ennek a stációnak a hátterében, tehát valójában a csillagos égbolton, a csillagok világában, a Vénusz és a Jupiter hátterében a kígyótartó csillagképét látjuk. A kígyótartó pedig hát nagyon-nagyon sok mindent szimbolizál, de elsősorban én most a gyógyítást emelném ki, és azért, mert a bolygók szintjén pedig maga a Jupiter a gyógyítás. Tehát ez a 22-e, 23-a, ez rendkívül alkalmas a kapcsolatainknak a gyógyítására. Hogyha ezt testi szintre fordítjuk le, akkor elsősorban a máj és a vese tisztításának megfelelő ez az időpont. És hadd tegyem hozzá azt is, amiről még nyilvánosan soha nem... Bocsánat, csak hogy egy kicsit, ha tovább nézünk, ugye akkor nagyon fontos, hogy azt tudjuk, hogy ez mind a kettő a méregnek a kiválasztása. Így van. Tehát a felesleges mérgelődéseket, tüskéket, azokat nyugodtan ilyenkor le lehet. És az emberi kapcsolatokban, nem tudom, észrevetted, de én már hallottam ilyet, hogy az emberi kapcsolatokban ilyenek megjelenhetnek. Abszolút. Hogy az egyik ember mérgelődik a másik ember miatt,
mert ő valamilyen dolgot tesz, amivel átléped bizonyos elvárást, vagy bizonyos határt. Tehát tényleg a kapcsolataink tisztításának, méregtelenítésének, így ahogy mondod, rendkívül kedvező ez a január 22-e, 23-a, és amit hozzá szeretnék tenni, hogy ugyanakkor ebben az időszakban nagyon jól tudjuk a materiális anyagi javainkat, anyagi dolgainkat fejleszteni, növelni, emelni. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy ez az időszak direkt módon és kifejezetten a magasabb szintekre emelés, emelkedésnek az időszaka. Ez pedig lenne azért kell, hogy mondjam, mert amiről még eddig így nyilvánosan soha nem beszéltünk, de most már eljött ennek is az ideje, az mindig az, hogy az adott pozícióhoz képest, tehát a Vénuszhoz és a Jupiterhez képest hol van a Föld? Mert az asztrológiában, meg általában a csillagtudományokban, mármint a spirituális csillagtudományokban, a Földnek a pozíciójáról nem beszélnek. Tehát a Föld valahogy kikerül, mondván, hát úgyis a Földről nézzük a csillagosságet. Azonban, hogyha az ember már tágabb nézőpontra törekszik, akkor ugye a saját életünkben is törekszünk arra, hogy ne csak az egóból lássuk a dolgokat, hanem próbáljuk megnézni az adott szituációt a másik ember, egy másként gondolkodó nézőpontjából is, hogy jobban megkaphassuk, megérthessük a teljességet, vagy legalábbis közeledhessünk valamelyest a teljesség felé. Ha csak az egóból nézzük, nyilvánvalóan ez kizárt. Ezért, amikor egy adott égi helyzetnek a teljességét akarjuk megérteni, vagy inkább úgy fogalmazom, hogy teljesebben akarjuk megérteni, akkor érdemes megnézni a Földnek a pozícióját. Hogyha a rendszer egészét tekintjük, akkor hol van a Föld, ugye ahol mi élünk, tehát a Föld bizonyos értelemben itt szimbolizálja az egót is. És hát azt látjuk ebben a pozícióban, hogy maga a Föld egyébként itt a Bika csillagképében tartózkodik, ugye a Bika csillagkép meg eleve a termékenység. Tehát ez azt jelenti, hogy az anyagi, a materiális világunkban ez kiemelten egy termékeny időszak, nem csak a gondolkodás, hanem a fizikai dolgaink vonatkozásában is. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a Bika csillagkép szarvai között tartózkodik a Föld. A Bika csillagkép szarva pedig az emelőerő. Ezért mondtam azt, hogy a hétköznapi életünkben a materiális dolgainknak a növelésére, gyarapítására, emelésére, különösen ez a január 22-e, 23-a, hát ez aztán maximálisan alkalmas. És aztán így érkezünk el a hónapnak az utolsó jelentős égi helyzetéhez. Ez január 28, 29-e és 30-a. Ez az a három nap, amikor a Nap és a Merkur együttállása válik meghatározóvá az égen. A Nap és a Merkur együttállása relatív gyakran megtörténik ez, hiszen a Merkur az a bolygó, amelyik legközelebb van a Naphoz. A Merkur az, amelyik ugye újra és újra ugye megkerüli a Napot, tehát a Földről mindig ugye ezt úgy látjuk, hogy előre halad, aztán visszafordul, hát valójában persze körbe-körbe megy a Nap körül. Nos, a Nap az mindig a világosság, a Merkur az a gondolkodás is, az értelem. Tehát ebből adódóan egy Nap-Merkur találkozó, egy Nap-Merkur konjunkció, az mindig arról szól, hogy rá tudunk látni az életünk összefüggéseire, mert a Nap az a rálátás, a Merkur az értelem. Tehát a világos gondolkodásnak, világos értelemnek kedvez igazán ez a 28, 29, 30, és hogyha bárkivel, bármilyen megbeszélni valónk van, akkor valamilyen jelentősebb tisztázni valónk van, akkor ez 28, 29, 30-ára érdemes igazán időzíteni, azért is, mert ez a Nap-Merkur együttállás a vízöntő zodiákusi jel 10. fokán valósul meg, és nagyon érdekes az, hogyha megnézzük az égen a Nap-Merkurt, akkor pont ekkor lép a vízöntő csillagképébe is, mert zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy a vízöntő asztrológiai jele és a vízöntő csillagkép az két teljesen külön dolog. Ugye a vízöntő asztrológiai jele az tulajdonképpen csak egy virtuális valóság, ettől természetesen van érvényes üzenete, de az égi fény csillag valóság az mindig a csillagkép. Tehát ez a Nap-Merkur együttállás már a vízöntő csillagképében valósul meg, és tudod, a vízöntő csillagképéről annyit érdemes tudni, hogy az ősi tanítások szerint két korsóból önti a vizet. Az egyiket a múltba, a másikat a jövőbe.
az ősi tanítás, például az egyiptomi tanítás, az azt mondja, hogy Nút éganya istennő két korsóból önti a vizet, az egyiket az égre, a másikat a földre. Az égre kiömlő vízből lesz az égi Nílus a tejút, ugye a földre kiömlő vízből, meg hát ugye a földi Nílus, ami annyit jelent, hogy a vízöntőhöz hozzá tartozik az Isten és az ember összekapcsolása. Tehát a magasabb világok és az a világok, amiben mi... Így van, amiben mi élünk. Tehát az ember és az Isten világának a találkozási lehetősége a vízöntő stáció. Na most ez a 28-29-30-a, ez nem csak a kommunikációra, a hétköznapi... Mi ezt magyarok szebben mondjuk, nem, mi tudjuk úgy is mondani, hogy eszmét cserélünk. Ugye a kommunikáció szóba nincs benne az, hogy eszmecsere, hogy megértés, megértetés. A Merkúriusz viszont erről szól, hogy megérteni egymást, eszmét cserélni. Tehát a hétköznapi tisztázó, tisztító típusú beszélgetéseken túl a magasabb világok felé való fordulásnak is kiválóan kedvez ez az időpont, hiszen a vízöntő csillagzat ugye az ég és a föld közötti kapcsolatért felelős, és tényleg kérem a kedves nézőinket is arra, hogy próbálják ki, tehát ne nekem higgyék el, hogy ez nagyon így van, vagy nincs. Nagyon sokan a tavalyi műsort szépen minden időpontot és tevékenységet följegyeztek, és azt szerint tették az életüket, és rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy 100%-osan működött. Igen, ezzel kellett volna kezdenem, hogy érdemes leírni ezeket az időpontokat, de jobb később, mint soha, tehát érdemes leírni ezeket az időpontokat, és címszavakba azokat az üzeneteket, mert hogyha ehhez igazítjuk a hétköznapi dolgainkat, akkor észrevehető az, hogy ha a kozmikus rend szerint haladunk, a kozmikus jelek szerint haladunk, akkor sokkal könnyebben mennek a dolgok, sokkal tudatosabbak vagyunk, sokkal jobban tudunk fejlődni, megoldani. Tehát ahogy a Hermész Trismegisztoszi tanítás is mondja, hogy a tabula smaragdín a második pontja, hogy amint fent, úgy lent. Tehát az égi jelek nem véletlenül érintik meg az ember szívét, az ember lelkét, amikor föltekintünk a csillagoségre. Tehát még visszatérve erre a vízöntő történetre, tehát Nap-Merkur együttállás a vízöntőben, ez annyit jelent, hogy beszélgetés, tisztító, kommunikáció, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy ez a Nap-Merkur együttállás már a vízöntő csillagkép múltba kiömlő vizét éri el. Tehát akkor a régi dolgokat is pontosan le lehet erről tisztázni. Van szó. Így van. Így tiszta van. Vizet lehet önteni a pohárba. Tiszta, így Csodálatos. Van, tehát a régi dolgokat, legyen szó tegnapi dologról, tavalyi dologról, vagy akár előző életbeli dologról, hogyha éppen ilyen rálátása van. Mert egyébként az előző inkarnációkkal kapcsolatos dolgok feltárására is kiválóan alkalmas ez a 28-29-30, mert ugye a vízöntő múltba kiömlő vize mutatja azt, hogy múltbéli dolgokra is jobban rá tudunk látni, és hát a csillagoségból szempontjából az már csak részletkérdés, tulajdonképpen lényegtelen, hogy az a múlt az a tegnapra vonatkozik, a múlt évre vonatkozik, vagy mondjuk az elmúlt évezredre vonatkozik, tehát vagy még távolabbi időszakra. Tehát ennek így nincs jelentősége. Az ilyen típusú gyakorlatokat, az ilyen típusú lélekutazásokat, meditációkat, ki milyen úton, módon csinálja ezt érdemes ebben az időszakban, 28-29-30-án a nap felé fordulva végezni. A nap felé fordul a végezni, és ebben az esetben én a lenyugvó napot tudom javasolni, mert a lenyugvó nap az mindig a rejtélyek, a titkok világa felé fordulást szimbolizálja. Tehát akkor olyan fél öt körül gyakorlatilag. Igen, ebben vagy az időszakban. Vagy mindenképp a délutáni órákban, tehát amikor már... Tehát látjuk, hogy lenyugszik a nap, és hogyha éppen a gyakorlat adott esetben mondjuk egy ilyen regressziós meditáció ideje alatt nyugszik le a nap, az a lehető legjobb. De egyébként az emlékezésnek is ez egy nagyon-nagyon jó időszak, mert tudod, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az, hogy, és ez pont a Nap-Merkurral kapcsolatos, hiszen a nap a világosság, a Merkur pedig a tudatosság. És hát ugye gondolj csak bele abba, hogyha 10 embert megkérdezünk, csak úgy tetszőlegesen, hogy kedves hölgyem, uram, tudna nekem válaszolni arra a kérdésre, hogy az ön életének mi a valódi célja, mi a dolga, vagy van ilyen egyáltalán, ön hogy gondolja ezt, akkor
10 emberből vélhetőleg 10, hát zavartan nem tud rá válaszolni. Vagy a 9 és fél jó. 9 és fél, igen. Mert a leglényegesebb dolgokat nem tanítják meg nekünk. Mármint a hivatalos iskolákban. Ugye hát, és a leglényegesebb dolgaink az nyilvánvalóan az önismeret és a sorsismeret. Igen, de hát akkor nem tudnának fogyasztókat képezni. Hát az meg a másik kérdés, de a mi célunk pedig az, hogy azok az emberek, akik megtisztelnek a jelenlétükkel, a figyelmükkel, azoknak segítsünk, és azok működjünk együtt, segítsük egymást, tehát ez teljesen természetes, hogy valóban fejlődés legyen. És ugye valójában minden egyes életben az egy rendkívül fontos dolog, hogy tudatosodni, tanulni, mert ami igazán mozgásba hozza az életet, az mindig az új tudás, az új információ. És amikor az új tudás, az új információ beépül a gyakorlatba, abból lesz a bölcsesség, a tapasztalatok bölcsessége. És gondolj csak bele abban, hogy a tudásnak az alapja, sőt, mi több feltétele, az az emlékezés. Nincs tudás emlékezés nélkül. Tehát innen például azért tudok majd hazamenni, mert emlékezem arra, hogy hol lakom. Tehát hogyha ez úgy kiesne, akkor igen komoly probléma lenne. Tehát minden tudás emlékezés, nem tud más lenni. Emlékezik a test, emlékezik a lélek, emlékeznek a sejtek, hogy hogyan kell valamit csinálni, hogyan kell valamit jól működtetni, de emlékezik a tudat is. Tehát a tanulás alapfeltétel az emlékezés. Azt tud igazán jól tanulni, aki tud emlékezni. Na most az emlékezésnek az ellenszere gyakorlatilag az a szellemi fekete mágikus mantra, amit a hétköznapok világában sajnos nagyon sokan mondanak nap mint nap, óráról órára, és az a ja Istenem, elfelejtettem. Igen, vagy nem tudom. Ez a legrosszabb. Az elfelejtettem, az a legrosszabb, mert ha valaki azt mondja, hogy elfelejtettem, ezzel már is adja a parancsot a tudatának, hogy hát akkor nincs így kell működni. Így van. Így van. Tehát én kérem a kedves nézőket, hogy ez a szó, ez kerüljön tiltólistára, mert hogyha én azt mondom, hogy elfelejtettem, akkor ezt a minőséget erősítem magamban, hát a kimondott szavaknak. Hát és ha már írják a tiltó listát, akkor a de, a csak, a ha, a majdnem és a talán, ezeket is felejtsük el. A magyar nyelv az egy teremtő nyelv. És nagyon-nagyon teremtő nyelv, és hozzá kell tenni azt is, hogy akkor jogosan vetődik fel a kérdés, na jó, de akkor mit mondjak helyette? Emlékezem. Igen. Akkor is, hogyha épp adott pillanatban nem ugrik be az, hogy kiírta az anyám tyúkja című verset, akkor azt mondja, jön föl. Én ezt szoktam javasolni, hogy jön föl, emlékezem, és figyeljék majd meg, hogy pillanatokon belül beugrik. Megtörténik. Egy dolog a lényeg, hogy azt a szót, amit ebben a műsorban most ejtek ki utoljára, hogy elfelejtettem, ezt ki kell iktatni. Ne higgyék el nekem, de hát aki nem hiszi, járjon utána, aki hiszi, az is, hogy legyen róla tapasztalata. Igen. És a januárhoz kapcsolódóan még egy utolsó mondat így a Nap-Merkur együttállás kapcsán, hogy ehhez képest a Föld, ugye mert a Földről azt látjuk, hogy a Nap és a Merkur, ugye már a vízöntő csillagzat múltba kiömlő vizénél van, ami mutatja azt, hogy az emlékezésnek, a tudás megerősítésének, valamint tiszta vizet önteni a pohárba. Tehát ennek a gondolkodásnak, ennek a működésnek kiválóan kedvez ez az időszak. Viszont hogyha a Nap és a Merkur ránéz a Földre, és hát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a naprendszerben kapcsolatok vannak, együttműködések, egymásra hatások vannak. Hát ugye gondoljunk csak bele, mi is a hétköznapi életben, ugye akivel beszélgetünk, akivel kapcsolatba kerülünk, akkor természetesen az ő személyisége, az ő habitusa, az ő aurája, az ő világa hat ránk, mint ahogy a mi világunk is hat az ő személyiségére. Tehát kölcsönhatások alakulnak ki természetesen. Ugyanez van a naprendszerben is. De most ezt az ősi csillagbölcselet tudja. Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy az égen a Nap és a Merkur együttállást alkot, hanem ez a Nap és a Merkur valamilyen kapcsolatba kerül, valamilyennek látja a Földet, valahol látja a Földet. És ebben az időszakban a Nap és a Merkur, amikor ránk tekint a Földre, akkor azt látja, hogy a rákcsillagkép kellős közepén vagyunk.
Tehát ez annyit, most a rák csillagképéről annyit hadd mondjak el, hogy a rák csillagképe szimbolizálja annak a felismerését, hogy adott pillanatban, tehát adott időszakban melyek azok a dolgok, amelyeket érdemes beintegrálni az életünkbe, tehát befogadni, melyek azok a dolgok, amelyeket táplálni érdemes, és melyek azok a dolgok, amelyeket viszont elengedni. Tehát a befogadó, a tápláló és az elengedő minőségek azok, amelyekről a rák csillagzata szól. Tehát ez azt jelenti, hogy a hétköznapi életünkben pont így január végén, 28-29-30-án érdemes belegondolni abba, hogy ugye az előbb említettük a tudást, hogy mi az a tudás, ami vonz minket, de még nem nyitottuk kifelé a kaput. Akkor ezt mindenféleképpen tegyük meg. Nézzük meg azt is, mert ugye a föld pozíciókán. Nézzük meg azt is, hogy mi az a tulajdonság, minőség, ami már bennünk van, de egy kicsit talán többet kéne vele foglalkozni. Kicsit jobban kéne táplálni azt a bizonyos dolgot. És ez az az időszak, amikor érdemes megnézni azt is, és az a ráknak a harmadik ága, és a harmadik ág végén van az olló, ami az elengedés. Hogy mi az az életünkben, aminek már lejárt az ideje. Amit most már el kéne engedni, mert a vele való együttműködés az nem igazán viszi előre az életünket. Visszafelé húzza. Így van. Tehát ez a január vége, ez egy egészen zseniális, egészen fantasztikus időpont, hiszen a tisztító gondolkodás, a tisztázó gondolkodás és az emlékezés az, valamint az ég és a föld kapcsolatának a megvalósítása, segítségével jövünk rá arra, és tudjuk igazán megtenni azt, hogy melyek azok a dolgok, amit be kell integrálni, melyek azok, amelyeket önmagunkban érdemes táplálni, és mi az, amit már el kéne engedni. Nagyszerű. Februárban van-e még? A február hónap az, hát nézd, mindegyik hónap rendkívül érdekes és izgalmas. A február az egy kiemelten, hogy úgy mondjam, eseménydús hónap, ahol rengeteg minden történik, igazából a hónap második felében. Tehát február 12-e, 13-a és 14-e az, amikor a Mars és az Uránusz találkozik az égen. Hát ez valami egészen különleges találkozó. Egyébként asztrológiailag a Kos zodiákusi jel, tehát asztrológiai jel 29. fokán történik mindez. Ez így alapból már is adja a lehetőségét annak, hogyha például már régóta tervezgetjük azt, hogy valamit el akarunk kezdeni, valamibe bele akarunk vágni, valamit el akarunk indítani, de olyan dolgot, amiről úgy véljük, hogy nagyobb szabadságot, több lehetőséget ad nekünk, vagy amiről azt úgy véljük, vagy azt gondoljuk, azt érezzük, hogyha abba belekezdünk, akkor azáltal magasabb szintekre kerül az életünk, magasabb szintekre tudunk emelkedni, akkor február 12, 13, 14. Ez az a három nap, teljesen mindegy, hogy ezen belül mikor, ekkor érdemes új dolgokba tehát belekezdeni. Nagy lépések, nagy döntések. Igen, döntés igen. Döntés utáni igen, lépések, az első igen, lépések. Nézd, a Mars és az Uránusz a halak csillagképében találkozik. A halak csillagképének két fő része van, az egyik halacska, mert két hal van a halak csillagképében, ezért halak, mert vannak egyéni halak is, tehát például van a Piscis austrinus, a déli hal, van a Volans, a repülőhal, a Dorado, az aranyhal csillagkép, tehát hát ezek a déli égból csillagképei már. Tehát több hal csillagzat van is van az égen, de a halak, ugye az ekliptikai, a karma kerekén megjelenő halak, az két halacskából áll, az egyik visszatér a karma kerekére, a másik meg megy föl a tejútra, az istenek világába. Na most a Mars és az Uránusz együttállása a felfelé úszó halnál van, képzeld el. A felfelé úszó hal pedig a kiemelkedés lehetősége. Eleve hát Mars és az Uránusz. Hát képzeld el, hogy az Uránusz az égitest, amelyik arról szól, hogy kinyitni a kapukat a végtelen felé. A Mars pedig ehhez adja az erőt. Tehát ez a február 12, 13, 14, ez nagyon erőteljesen a kiemelkedés lehetőségéről csodálatos. Szól. Csodálatos, de sajnos lassan a műsoridő végéhez érünk, de ne aggódjanak, kedves nézők, mert az egész év meg lesz, tehát több részletben, de meg lesz, úgyhogy most a február 12, 13, 14 a nagy cselekvések ideje. Van-e benned olyan gondolat, vagy rövid üzenet, amivel így a nézőknek üzennél a képernyőn keresztül?
keresztül. Csak hosszú gondolat és hosszú üzenet van. Egyetlen egy, és ez pont ez a 12-13-14-hez kapcsolódik, hogy tudják, hogyha a Mars és az Uránusz ránéz a Földre, akkor azt látják, hogy a Föld az angyal csillagzatában van. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a 12-13-14, ez fantasztikusan jó, például angyalmágia, angyalkommunikáció, vagy bármilyen magasabb világokkal való kapcsolatfelvételre. Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm Én neked. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőknek a figyelmet folytatni fogjuk. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.